Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Lectio Divina Eucharistica nézőit. Egy imádsággal kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője, Szent József és Szent Jeromos, könyörögjetek érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülünk azáltal is, hogy hónapról hónapra egy-egy szentírási szakaszt elolvasunk az Eukarisztiával kapcsolatos szentírási szakaszt olvassuk el, és a Lectio Divina Eucharistica címen a Lectio Divina segítségével, vagyis a Szentírás imádságos olvasásának módszerével szemléljük ezeket a szentírási részleteket, hogy egyre inkább meg tudjuk közelíteni az oltári szentség titkát, egyre inkább el tudjunk mélyülni az Eukarisztia titkában. A mai alkalommal Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 36. verstől a 49. versig tartó szentírási szakaszt olvassuk el. Miután imádkoztunk és hívtuk a Szent Lelket, amely nagyon fontos a Lectio Divinában, a szentírás imádságos olvasásában, és arra hívok mindenkit, hogy nyissuk ki a szentírásunkat Lukács evangélium 24. fejezeténél, a 36. versnél, és olvassuk el. Békés Dalos újszövetségi szentírás fordításából olvasom föl most ezt a szentírási részletet. Miközben erről beszéltek, Jézus megjelent közöttük, és így szólt hozzájuk: békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak, de ő így szólt hozzájuk: miért vagytok megzavarodva? És miért támad kételj szívetekben? Nézzétek kezemet és lábamat, én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem. E szavakra megmutatta nekik kezét és lábát. De mivel örömükben még mindig nem hittek, és még mindig a meglepetés hatás alatt álltak, megkérdezte tőlük: van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat és lépes mézet. Fogta, szemük láttára evett belőle, és a maradékot odaadta nekik. Aztán így szólt hozzájuk: ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam. Akkor megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta: megvolt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket. Felolvastuk ezt a szentírási szakaszt Lukács evangéliumának 24. fejezetéből. Ez az utolsó fejezet ebben az evangéliumban. És a 24. fejezetben arról olvasunk, hogy az asszonyok elmennek Jézus sírjához, de a sírt üresen találják. És ott két férfi azt mondja nekik: mit keresitek az élőt a holtak közt? Nincs itt, föltámadt. Vagyis ebben a fejezetben az első versek Jézus feltámadását hirdetik meg. Jézus sírja üres, mert Jézus Krisztus feltámadt, mondja a két férfi a sírhoz odajött asszonyoknak. Majd a 12. versben arról olvasunk, hogy Péter apostol is elmegy a sírhoz, és meglepődve látja, hogy valóban üres a sír, ahogy az asszonyok elmondták neki. A 13. verstől a 35. versekig pedig az Emmauszi tanítványokról olvasunk.
két vándor találkozik egy titokzatos vándorral, aki a feltámadt Jézus, és akit fokozatosan felismernek, leginkább a kenyértörés gesztusában. És így érkezünk el a mai perikópához, vagyis a mai szentírási szakaszhoz, a 36. verssel kezdődően, hiszen azok a tanítványok jelen vannak itt, akiknek a két emmauszi tanítvány elújságolt azt az örömhírt, hogy találkoztak a feltámadt Jézussal, és felismerték őt a kenyértörésben, hogy olvastuk a 24. fejezet 33-tól a 35-ös versekig. A 36-os verstől kezdődik tehát a szentírási szakaszunk. Jeruzsálemben vagyunk, talán éppen ott, ahol Jézus néhány nappal ezelőtt a kenyeret az ő testévé, a bort az ő vérévé változtatta át, vagyis az utolsó vacsora termében vagyunk valószínűleg, Jeruzsálemben, ahol Jézus meghalt a kereszten, ahol Jézus feltámadt. És így a 49-es versig terjed a szentírási szakaszunk, hiszen az azt követő, az evangéliumot lezáró versek, az 50-estől az 53-as versekig, Jézus mennybe meneteléről beszélnek, és arról, hogy a tanítványok nagy örömmel visszatérnek a templomba, és dicsérik és magasztalják Istent. A 36. verstől a 49. versig terjed tehát az a szakasz, amit felolvastam ma, amit közösen tanulmányozunk. Jézus van jelen, a feltámadt Jézus, aki találkozik az apostolokkal, aki találkozik tanítványaival. Valószínűleg az utolsó vacsora termében vagyunk, ahogy említettem. Vagyis még emlékükben, szívükben él az a megrendítő élmény, amikor a tanítványok azt hallották Jézustól, hogy a kenyérre azt mondta, ez az én testem, a borra azt mondta, ez az én vérem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, vagyis ünnepeljétek az eukarisztiát. A lekcióban, vagyis a Szentírás olvasásában nagyon fontos feltennünk azt a kérdést, hogy mit mond a Szent Szöveg. Mi a szó szerinti üzenete ennek a szentírási szakasznak? Mit akar Lukács evangélista tanítani, elmondani nekünk? Próbáljuk ezekre a kérdésekre együtt megkeresni a választ, sorról sorra, versről versre olvasva, néhány kulcsszónál megállva ebben a szakaszban. Így vezeti be az evangélista tehát ezt a szentírási részletet, miközben erről beszéltek, Jézus megjelent közöttük és így szólt hozzájuk, békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Miközben erről beszélgettek, vagyis arról az örömhírről, hogy a feltámadt Jézus valóban föltámadt, és megjelent Simonnak. Illetve a két emmauszi tanítvány elmondja, újságolja örömmel azt, hogy a feltámadt Jézussal találkoztak. És azt olvassuk az eredeti szövegben, hogy az evangélista azt hangsúlyozza, hogy Jézus megállt középen. Vagyis Jézus középen áll. A középpontban Jézus Krisztus áll. A középpontban a feltámadt Jézus áll. És ez az álló magatartás a feltámadásnak a kifejezése. Hiszen Jézus él, valóban föltámadt. És azt mondja nekik, az eredeti szöveg jelen időt használ. Ezzel azt akarja hangsúlyozni az evangélista, hogy mondhatnánk azt, Jézus folyamatosan mondja azt, amit mond. Jézus nem csak a múltban mondja azt, hogy békesség nektek, hanem a feltámadt Jézus mindig mondja mindannyiunknak, béke veletek, béke nektek. A feltámadt Jézus első szava az apostolokhoz így hangzik, békesség nektek. A feltámadt Jézus ajándéka tehát ez a vigasztaló szó, a béke. A béke pedig abból forrásozik, hogy Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt. Jézus Krisztus győzött, az élet legyőzte a halált. Jézus Krisztus legyőzte a bűn hatalmát, vagyis ő maga a mi békénk. A feltámadt Jézus
első ajándéka tehát a béke. Milyen szép ez! A feltámadt Jézus békével köszönti a béke városában, Jeruzsálemben a tanítványokat, akiknek a szívében ott van a félelem, ott van az aggódás. Lectio Divina Eucharistica. Itt találjuk talán az első pontot, amely kapcsolódási pont az Eucharisztia titka és a szentírási szakaszunk között. Az Eucharisztia, az oltári szentség, a béke szentsége, amely által Isten fia kibékíti az egész világot, amely által Isten fia kiengeszteli Istent, és így megteremti a békét. Az Eucharisztia, az oltári szentség, a béke ajándéka, mert benne Isten fia, aki a mi békénk, önmagát ajándékozza nekünk. Békesség nektek, fogalmaz tehát Jézus. Ugyanakkor a reakciója a tanítványoknak a zavar, a félelem, mert azt vélik, hogy szellemet látnak. És Jézus tovább szól hozzájuk, miért vagytok megzavarodva, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek kezemet és lábamat, én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem. Vagyis Jézus a szavaival vigasztal, a szavaival bátorít. Törekszik begyógyítani a félelem, a szorongásnak a sebeit. És megkérdezi tőlük, miért van a szívetekben félelem? A szív a Biblia nyelvén az a hely, ahol az ember a döntéseit meghozza. Jézus nem akarja azt, hogy a tanítványok félelemből cselekedjenek. Nem akarja azt, hogy a félelem megbénítsa a tanítványokat. Éppen ezért a szavával gyengéden vigasztalja őket. Ferenc pápa Szent József évét hirdette meg. És abban az apostoli levélben, amelyben meghirdeti ezt az évet, Szent Józsefről a következőt mondja. Isten ismeri a mi félelmeinket, és a félelmeinket gyengétséggel kell megérintenünk. Isten a mi gyengeségeinket, a mi félelmeinket begyógyítja gyengétséggel. Milyen szép, ha a félelmeinktől nem félünk, hanem gyengéden rájuk tekintünk. Megsimogatjuk a félelmeinket, és hagyjuk, hogy Isten kegyelme, Isten szeretete, ami gyengeségünket be tudja gyógyítani az ő szeretetének gyengéd erejével. Jézus gyengétsége mutatkozik meg ezekben a vigasztaló szavakban is. És ez a másik kapcsolódási pontja az Eucharisztiának ezzel a szentírási szakasszal. Az Eucharisztia, az oltári szentség Isten gyengétségét mutatja meg. Isten, fogalmaz Ferenc pápa, nem fél a mi félelmeinktől, nem fél a mi bűneinktől, hanem jön, hogy begyógyítsa a sebeinket, jön, hogy átformálja a félelmeinket, átalakítson bennünket. Jézus is vigasztal, és ezáltal gyógyítja, szívükben gyógyítja a tanítványokat, mint egy jó szívgyógyász, mint egy jó kardiológus. Jézus gyógyítja gyengéd szavaival, szeretetével a félelemtől megbénult tanítványokat. A szavai után Jézus a következőt mondja, a következőt teszi, felhívja őket arra, meghívja őket arra, hogy tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem. E szavakra megmutatta nekik kezét és a lábát. Hasonló jelenetet olvasunk János evangéliumának 20. fejezetében is, amikor a feltámadt Jézus találkozik, talán éppen ugyanitt az utolsó vacsora termében a tanítványokkal, és Tamás nem hiszi azt, hogy a feltámadt Jézus megjelent a tanítványoknak. És amikor Jézus újból megjelenik, és már Tamás is ott van apostoltársaival együtt, akkor Tamás apostolnak azt mondja Jézus, ne légy hitetlen, hanem hívő.
nézd sebb helyeimet, tapintsd meg oldalamat, ne légy hitetlen, hanem hívő légy. Jézus tehát megmutatja az ő kezét és a lábát. Miért? Mert a kezén és a lábán ott vannak a sebb helyek. Ott vannak a keresztre feszítés során szerzett sebb helyek. Annak a jele, hogy az a Jézus áll előttük, aki valóban meghalt a kereszten. Annak a jele, hogy Jézus valóban meghalt, de valóban feltámadt. Ő nem szellem, hanem a valóságosan feltámadt Jézus Krisztus. Ő az, aki előttük áll, akit megismertek az elmúlt évek során, aki az ő szeretett mesterük volt. Ő áll előttük, a feltámadt Jézus Krisztus. Jézus sebb helyeit megérinthetik a tanítványok, és Jézus sebb helyeinek a megérintése által gyógyulnak a tanítványok sebei is. Ahogy az egyik püspökatya jelmondata hangzik, Bellon Gellért püspökatya jelmondata, a sebtől gyógyulunk, vagyis Jézus Krisztus sebei, az ő szeretete az, amely gyógyít, amely megvigasztal. Jézus tehát szavaival és ezzel a gesztusával bátorítja a tanítványokat. És itt egy újabb kapcsolódási pont az eukarisztia és a szentírási szakaszunk között. Hiszen az eukarisztiában mi magunk is megérinthetjük Jézus Krisztus testét. Amikor megérintjük őt, amikor megesszük őt az eukarisztiában. Jézus Krisztust mi is megérinthetjük, mi is láthatjuk a szentségimádás során. Amikor szentségimádáson veszünk részt, jót tesz nekünk arra gondolni, hogy Jézus nekünk is mondja, érintsd meg a sebb helyeimet, hagyd, hogy én is megérinthessem a te sebb helyeidet, begyógyítva gyengétséggel a félelmeid által okozott sebeket. Továbbá a következőt olvassuk. De mivel örömükben még mindig nem hittek, és még mindig a meglepetés hatása alatt álltak, megkérdezte Jézus tőlük, van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat és lépesmézet. Fogta, szemük láttára evett belőle, és a maradékot odaadta nekik. Vagyis a tanítványok még szinte mégsem tudják elhinni, noha látják Jézust, megtapinthatják a sebhelyeit, de az örömtől még szinte nem hiszik el, hogy ez valóban így van. Olyan szép ez, és olyan emberi ez a gesztus. Eszünkbe juthat talán egy-egy olyan tapasztalatunk is, amikor szinte a nagy örömtől el se hittük szinte, hogy valóban megtörtént ez velünk, valóban ez velünk történt meg. Öröm van a tanítványok szívében. Ez az öröm abból fakad, hogy újra találkozhatnak a feltámadt Jézussal. Ezt a nagy örömöt hirdeti meg Lukács evangélium elején az angyal. Nagy örömet hirdetek nektek, ma született a megváltó Betlehem városában. És ezt a nagy örömöt olvassuk az evangélium legvégén is, hogy a tanítványok nagy örömmel visszatérnek Jeruzsálembe. Lukács evangéliuma bizonyos értelemben az öröm evangéliuma. Az evangélium szó örömöt jelent, örömhírt jelent, minden evangélium örömhír. De Lukács evangéliuma még kitüntetettebb módon örömhír, hiszen a nagy öröm meghirdetésével kezd, és a nagy öröm meghirdetésével zár a Lukács evangélium. Az öröm abból fakad, hogy találkozunk a tanítványok Jézus Krisztussal. Ez számunkra is örömhír, mert mi is találkozunk az Úrral. És egy újabb kapcsolódási pont e perikópa és az eukarisztia között az öröm. Mert az eukarisztia a béke szentsége, az eukarisztia az öröm szentsége, az öröm jele, mert megjelenik benne kitüntetett módon az eukarisztiában az, hogy Isten találkozik az emberrel. Hogy Isten fia olyan szoros módon találkozik az emberrel, hogy Isten fia táplálékunk lesz. Az eukarisztia az örömünk forrása. És olyan szép ez a gesztus, és olyan emberi, amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, van valami ennivalótok?
Ahogy annak idején többször megkérdezte, gondoljunk csak például a csodálatos kenyér és halszaporításra. És a tanítványok enni adnak Jézusnak sült halat és lépes mézet. János evangélium utolsó fejezetében olvassuk, hogy a feltámadt Jézus vendégül látja a tanítványokat a tópartján, és mondhatjuk így, az első reggelit elfogyasztja velük a feltámadt Jézus. Ott is sült halat esznek. Jézus, aki gyakran halászokkal beszélgetett, hiszen Péter is, András is, János is, Jakab is halászok voltak. Jézus valószínűleg szerette a halhúst, ezért is kínálják meg őt sült hallal. A hal szimbólum is. A hal görög elnevezése egy keresztény ősi hitvallásnak a rövidítése, amely így hangzik, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. A hal jelképezi Jézust, a hal a keresztények jelképe. Az a tény, hogy Jézus eszik a halból és a mézből, azt fejezi ki, hogy ő valóságos ember is. Valóságos Isten és valóságos ember egy személyben, a második isteni személyben. Jézus emberi természetét hangsúlyozza tehát ezáltal az evangélista, hogy Jézus együtt eszik a tanítványokkal. A méz pedig Izajás prófétának 7. fejezetére utal vissza, az Emmanuel, a velünk az Isten, aludtejet és mézet eszik. Vagyis a Messiás tápláléka ez. Milyen szép! Isten fia együtt eszik a tanítványokkal. Azt teszi, amit a tanítványok is. Isten fia közösséget vállal az emberrel. És ez is egy szép kapcsolódási pont az oltári szentség és a szentírási epizód között. Jézus együtt eszik velünk. Sőt, Jézus ételünké válik az oltári szentségben. A 44. verstől ismét Jézus kezd el beszélni. Odafordul a tanítványok felé, és ezt mondja nekik. Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam. Vagyis Jézus, hogy oly sokszor eddig is, tanítja az apostolokat. Az írásokra hivatkozik, ahogy már ebben a fejezetben tette az emmauszi tanítványok számára is. Amikor a 25-ös és 27-es versek között olvassuk, a Messiásról szóló jövendőléseket megmagyarázta, kezdve Mózestől, valamennyi prófétán keresztül. Jézus, aki tanít, Jézus, aki értelmezi, magyarázza az írásokat, hiszen ő a megtestesült ige tudja leginkább magyarázni, tanítani, értelmezni Istennek a szavát. És arra hívja föl az apostoloknak a figyelmét, hogy ő, Jézus Krisztus, az ő halálával és feltámadásával beteljesítette végérvényesen mindazt, amit az Ószövetségben olvasunk. Isten ígéretei Jézus Krisztusban megvalósultak. Mózes, a próféták, a zsoltárok az egész ószövetségi szentírást jelképezik. Az ószövetségi szentírás előkészíti az új szövetséget. Az ószövetségi szentírás beteljesül Jézus Krisztusban. Hogy Máté evangélium 5. fejezetében mondja Jézus, nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem beteljesíteni. Jézus az, aki beteljesíti az írásokat. Milyen szép ez a kapcsolat is az eukarisztia és a szentírási szakaszunk között. Jézus prédikál, Jézus igeliturgiát tart, vagyis ünnepli, tanítja, hirdeti Isten szavát, és rámutat arra, hogy Isten igéje, az írásokba foglalt ige megtestesült, emberré lett, és táplálékunká lett az eukarisztiában. Minden szentmise ünneplésben nagyon fontos szerepet tölt be az írásoknak az olvasása az ige liturgiában, az ige meghallgatása, megünneplése, és ugyanakkor szintén nagyon fontos az áldozati rész,
az eukarisztia megünneplése szorosan összekapcsolódik az ige liturgiája az áldozat liturgiájával, mert Isten igéjét, akit meghallgatunk, vesszük magunkhoz táplálékunként a szóban, és a kenyér és a bor színe alatt az eukarisztiában. Jézus ezt követően a következőt teszi, így fogalmaz az evangélista, akkor megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Milyen szép ez! Az evangélista ugyanazt a szót használja, megnyitni kifejezést, mint amit az Emmauszi tanítványoknál is használt a 31-es és a 32-es versekben is. Erre megnyílt szemük és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Ugye lángolt a szívünk, mondták egymásnak, mikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Jézus, aki látóvá teszi a tanítványokat, aki felnyitja a tanítványoknak a szemét arra, hogy lássák meg, hogy a Szentírás minden szava, minden mondata Jézus Krisztusról beszél. Hogy az egyik egyházatja fogalmazza meg, az Úr Jézus a Szentírás minden lapján jelen van. A Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia, fogalmaz Jézus. Az eukarisztia emlékezés Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Az eukarisztia Jézus húsvétjának a megünneplése, amelyre itt Jézus ebben a szentírás részletben is visszautal. Majd Jézus, amikor tanítását folytatja, ezt fűzi hozzá. Nevében, mármint a feltámadt Messiás nevében, megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Nagyon fontos kulcsszavak hangzanak itt is el. Hiszen Jézus azt mondja, hogy ezt a titkot, ezt az örömöt, amit ti most megtapasztaltok, ami abból fakad, hogy találkoztok velem, ezt tovább kell adnotok. Tanúim lesztek. Ez kulcsszó az apostolok cselekedeteiben is, amelyet szintén Lukács írt. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében a feltámadt Jézus mennybe menetel előtt azt mondja a tanítványoknak, ti tanúim vagytok, tanúim lesztek egészen Jeruzsálemtől a föld végső határáig. Tanúvá válni, hirdetni mindenkinek azt az örömhírt, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, valóban föltámadt. Hirdetni azt az örömhírt, hogyha hiszünk Jézusban és megtérünk, bűnbánatot tartunk, akkor Isten megbocsát nekünk. Tanúvá lenni, a feltámadt Jézus tanújává. Ez misszió, ez küldetés, amit az utolsó vacsora termében kapnak a tanítványok. Az eukarisztia misszióra hív bennünket is. Az eukarisztia arra hív bennünket is, hogy váljunk mi is tanúkká. Ferenc pápa ennek kapcsán azt mondja, szavaink és cselekedeteink tanúskodjanak arról, hogy találkoztunk Jézus Krisztussal. Tanúknak kell lennünk, a feltámadt Jézus tanúivá kell lennünk. Ott, ahol az emberek élnek, ott, ahol az emberek szenvednek, ott, ahol az emberek dolgoznak, tanít Ferenc pápa. És végül a szentírási részlet utolsó versében ezt mondja Jézus. Én pedig elküldöm rátok, atyám, megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket. A 49. versben Jézus az atyára hívja föl a figyelmet, és a Szentlélekre, aki az ajándék, a megígért ajándék. Vagyis Lukács hangsúlyozza a Szent Háromság jelenlétét. Ahol Jézus ott van az Atya is, ott van a Szentlélek is. A Szent Háromságos Egyisten örök egységben, örök szeretet közösségben van. A három isteni személy örök egységben, örök szeretet kapcsolatban van egymással. Jézus a Szentlélekről beszél, az Atya megígért ajándékáról. A Szent Lelket a tanítványok pünköstkor kapják meg, ahogy az apostolok cselekedeteinek második fejezetében olvassuk.
A Szentlélek betölti a tanítványokat, felvértezi a tanítványokat, hogy tanúk legyenek. Tanúi legyenek a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusnak, a Messiásnak, aki minden embert szeret, aki minden ember szabadításáért jött, hogy szabaddá tegyen mindenkit. Az Eukarisztia ajándék, amelyben a Szent Háromságos Egyistennel találkozunk. Hiszen Jézus Krisztust vesszük magunkhoz az Eukarisztiában, de ahol Jézus, ott van az Atya is, és ott van a Szentlélek is. Az Eukarisztia szentsége bizonyos értelemben kapu, út a Szent Háromsághoz. Hiszen Jézus mondja a János Evangéliumban, én vagyok az út, az igazság és az élet. Illetve aki engem lát, látja az Atyát is, mert én és az Atya egy vagyunk, tanít Jézus Krisztus. Lukács Evangélium 24. fejezetéből a 36-ostól a 49-es versekig terjedő részletet olvastuk el. A lekcióban, az olvasásban fölmerül a kérdés, mi az üzenete ennek a szakasznak, mi a szó szerinti üzenete, mit akar Lukács evangélista elmondani nekünk. Először is azt, hogy az a Jézus, aki meghalt a kereszten, valóban föltámadt. Az a Jézus, aki föltámadt, együtt marad a tanítványokkal. Együtt eszik a tanítványokkal, tanítja őket, bátorítja őket, rámutatva arra, hogy az írások beteljesültek Jézus Krisztusban, beteljesültek Jézus Krisztus halálában és föltámadásában. Lukács tanítani szeretne bennünket, hogy mi is tanúk kell, hogy legyünk. Tanúi a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusnak, hírnökei annak az örömhírnek, hogy az Úr velünk van. Ezt adja küldetésül Lukács az evangélium olvasóinak, nekünk is. Az elmélkedés, a szemlélődés, az imádság Lectio Divina részeihez fontos, hogy néhány gondolatot még megszívleljünk. Először is tegyük föl magunknak a kérdést, hogy mi valóban hisszük azt, hogy Jézus föltámadt. Valóban úgy élünk, hogy hisszük, hogy Jézus feltámadt? Ferenc pápa néhány nappal ezelőtt ennek kapcsán azt mondta, a keresztény ember a derű embere. A szívében mindig ott kell, hogy legyen a derű. Még akkor is, ha vannak szomorú helyzetek, vannak fájdalmas élethelyzetek, vannak próbatételek, nehézségek. De a keresztény ember tudja, hogy Jézus Krisztus feltámadt és velünk van. És ebből fakad az ő öröme, ahogy a tanítványok öröme is a feltámadt Jézussal való találkozásból forrásozik. A csendes imádság során odahaza, amikor elolvassuk újból ezt a szentírási részletet, kérdezzük meg magunktól az elmélkedés során, hogy mit üzen nekem ma ez a szentírási részlet. Hiszek-e valóban a feltámadt Jézus Krisztusban? Úgy élek-e, hogy látszik rajtam a feltámadt Jézus mosolya? Ne legyünk lógó orrú keresztények, hanem legyünk derűs keresztények. Természetesen van ideje és helye a fájdalomnak, a szomorúságnak, de a szívünkben mindig őrizzük azt a derűt, azt a békét, amely a feltámadt Jézus ajándéka, aki nekünk is mondja, békesség veletek, ne féljetek. Az elmélkedésünk során kérdezzük meg magunktól, hogy mi mit teszünk a félelmeinkkel, a gyengeségeinkkel. Szent József példája tanít bennünket arra, hogy higgyünk abban, hogy Isten a félelmeinket be tudja gyógyítani. Sőt, higgyünk abban, hogy Isten a mi törékenységünkön, gyengeségeinken is keresztül tud cselekedni. Elég neked az én kegyelmem, az erő a te gyengeségedben lesz teljessé, mondja Pál apostolnak Jézus a 2. Korintus levél 12. fejezetében. A tanítványok félelmére mit mond Jézus? Azt, hogy ne féljetek. Én vagyok, veletek vagyok. Ne féljünk mi sem a félelmeinktől. Gyengéden simogassuk meg a félelmeinket, gyengéden érintsük meg a félelmeinket, de ne hagyjuk, hogy ezek a félelmek bezárjanak bennünket. Vigyük oda Jézusnak. Hagyjuk,
vigyük oda Jézushoz, adjuk oda Jézusnak, és hagyjuk, hogy ő megérintsen bennünket, gyógyítson bennünket. Kérdezzük meg tehát magunktól csendben, mit kezdünk a félelmeinkkel, mit kezdünk a nehézségeinkkel. Odaadjuk-e Jézusnak ezeket is? Azt mondja Jézus a tanítványoknak, ti tanúi vagytok ezeknek. Tanú vagyok én is. Tanúságot tesz az életem a feltámadt Jézusról. A szavaim, a cselekedeteim, amit ma mondok, amit ma teszek, tanúságot tesznek a szeretet Istenéről. Tanúságot tesznek az irgalmasság Istenéről. Tanúságot tesznek az élet Istenéről. Azt kéri tőlünk Ferenc pápa, hogy egyszerű gesztusokkal, egy mosollyal, egy jó szóval, érdeklődéssel, a szeretet egyszerű, konkrét gesztusaival építsük körülöttünk a békét, a barátságot, a testvériséget. Legyünk mi is tanuk, a feltámadt Jézusnak a tanúi. És végül kérdezzük meg magunktól azt is, hogy mi hogyan olvassuk az írásokat. Jézussal együtt olvassuk? A feltámadt Jézusra való tekintettel olvassuk? Vagyis a feltámadt Jézusba vetett hitünkkel olvassuk? Azzal a bizonyossággal, hogy a Szentírás minden oldala, minden mondata beteljesül a feltámadt Jézusban? A Szentírás lapjain keresztül az Úr szól hozzánk. Amikor kinyitjuk a Szentírást, nyissuk ki a szívünket is. A Szentírás éppen abban a helyzetben talál meg bennünket, amelyben éppen vagyunk. Isten abban a helyzetben érint meg bennünket, amelyben éppen vagyunk. De sohasem hagy bennünket abban a helyzetben, úgy, ahogy talált bennünket. Miután becsukjuk a Szentírást, miután elmélkedtünk a szentírási szakaszon, Isten kegyelme szeretete mindig alakít, formál, egy picin lépéssel előrébb visz bennünket a szeretet útján, Jézus Krisztus követésének útján. Otthon a csendes elmélkedésben, az imádságban, a szemlélődésben kérdezzük meg majd magunktól, mi az a gondolat, amely megragadott engem ebben a szentírási szakaszban. Mi az az érzés, amely bennem van, elolvasva ezt a szentírási részletet? És mi az a feladat, amelyre hív engem a szentírási szakasz? Ünnepeljük együtt ma is, hogy az Úr szólt hozzánk, olvassuk el újból és újból ezt a szentírási szakaszt, és így közelebb kerülünk az Eukarisztia titkához, hiszen karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten fia emberré lett. Velünk van az Isten. És ezt a csodálatos örömhírt tudjuk megtapasztalni mindig, amikor olvassuk az írásokat, és amikor az Eukarisztiára tekintünk, amikor az oltári szentséggel táplálkozunk. Megköszönöm kedves figyelmüket, és kívánok minden testvéremnek, mindazoknak, akik a digitális felületeken keresztül kapcsolódnak be, kívánok áldott adventi időszakot, és majd áldott, békés karácsonyt. Az értünk meghalt és föltámadt, a közénk jött és megszületett Jézus Krisztus örömével és békéjével kívánok mindenkinek szép karácsonyt, áldott ünnepeket. Egy fohásszal zárjuk ezt a közös imádságunkat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője, Szent József és Szent Jeromos, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!